Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt most második alkalommal egymás utáni évben megrendezett kistérségi művészeti bemutatom. Köszöntöm a kistérségbe tartozó nyugdíjas klubok és egyesületek vezetőit, valamint a szereplőket. Köszöntöm azokat a polgármestereket, akik a hozzájuk tartozó nyugdíjas csoportot elkísérték. Köszöntöm Kovács János polgármester urat, akinek külön szeretném megköszönni, hogy ismét otthont adott kistérségi bemutatónknak. Köszöntöm továbbá Bíró Norbertet, a Somogy megyei közgyűlés alelnökét, hogy részt vesz rendezvényünkön, és bízom abban, hogy jelenlétével a képzeletbeli szakadék a Nyugdíjas Szövetség és a megyei közgyűlés között szűkülni fog ezzel. Még egyszer szívből köszöntöm. Továbbá köszöntöm a hattagú zsűrit. Név szerint Farsai Józsefnét, Nagy Erikát, Zebei Gyöngyit, Bertalan Pálnét, Boros Édikót, és a hatodiknak nem tudom. Horváth Sándornét. Kívánok nekik igazságos és jó munkát, és figyelemmel kísérték azt, hogy nem színészek lépnek itt fönt a színpadra, hanem megfáradt idős emberek, és köszönet nekik azért, hogy még a színpadra is följönnek. A mai napon én személyemben képviselem a Nyugdíjas Szövetséget, tekintettel arra, hogy most három helyen van kulturális bemutató, és megosztottuk a részvételt az elnök Stikkel János is máshol van, a Pető Laci szintén, és én képviselem itt lévő bemutatót, mint ő Nyugdíjas Szövetség ügyvezető alelnöke, és azt az információt kaptam a Stikkel Jánostól, hogy meg mind a kistérségem csapatát. Hát mondom, ezt örömmel fogom képviselni. Most pedig szeretném felkérni Kovács János polgármester urat, legyen szíves megnyitni a rendezvényünket.